Tehergépkocsin tartályokban érkeztek meg a halak a karcsatóhoz. Tavaly tavasz óta most sikerült először feltölteni a tavat a vízi élőlényekkel. Az elmúlt év alacsony vízállása nem tette lehetővé az őszi telepítést, ezért van nagy jelentősége a hal utánpótlásnak. A Városi Sporthorgász Egyesület 12 mázsapontyot vásárolt 1 millió forint értékben. Ez került most a tóba, de a szervezet további két hal telepítést is tervez az évre. A tavaszi ponty telepítést követően egyhetes horgásztilalmat is elrendeltek a szakemberek a karcsán. A mai nap teljes tilalmat vezetünk be, a jövő hét péntekig, és akkor jövő héten szombaton lehet majd először horgászni. Ugye ma 10-e van, tehát 17-én éjfélig tart a tilalom, és 18-ától lehet ezt majd horgászni. A Széphalmi Bányató Horgász Egyesület taván szintén néhány napos horgásztilalom van életben. Ebbe a tóba 5 mázsa, nyurka ponty került a szervezet jóvoltából. Most nagyon időre tiltjuk le, mert ma telepítettünk, aztán jövő héten szombaton már lehet lesz horgászni, tehát egy bő hetet adtunk neki, hogy a halak helyezkedjenek el, és akkor innentől kezdve május 1-ig mi meg nem jön, illetve be nem következik a állami tilalom, addig nyugodtan horgászhatnak itt az emberek. Április 18-ától újra pecabotot foghatnak a sporthorgászok, és mindkét tavon hódolhatnak szenvedélyüknek, ám május 1-én újabb tilalom lép életbe a ponthorgászatra.